A harmadik fejezetből kiderül, jobb ma egy kényszerzubbony, mint holnap egy kényszermunka. A fütty, amely elhangzott ajkaimról, kissé szokatlan és jellegzetes volt. Egy hosszú, két rövid, egy hosszú. Régi megbeszélt jelünk volt ez, és tudtam, ha kockás a közelemben van és meghallja, azonnal szerét ejti, hogy valamiképpen hozzám siessem. Izgatottan vártam tehát, és csak azon imádkoztam, hogy időközben ne jöjjön valaki a folyosón, mert akkor ismét el kell rejtőznöm valamelyik szobában vagy cellában, és barátom nem talál meg. Erre azonban nem került sor. Mint egy 5 percnyi várakozás után nehéz lépteket hallottam a főbejárat felől, és csak hamar észrevettem barátom jól megtermett alakját, amint a lila kék fénybe sápadtan és kísértetiesen közeledik. Hirtelen kiléptem az ablak mélyedésből, és így szóltam. Hú-hú! Ujjúj! Kiáltotta rémülten kockás, és valósággal hátraugrott. Ne hihenj meg, kockás! Biztattam nyájasan. Csak én vagyok az! Megvesztél! Ripakodott rám mérgesen. Mit rémíted itt halálra az embert? Még a vér is megfagyott bennem. Nem baj, feleltem. Utóvégre világéletedben lobbadnékony természetű voltál, és így rád fér, hogy kissé lehűljön a véred. Azért hívtál, hogy lehűsd a véremet? Nem, azért hívtalak, hogy nagy ember csináljak belőled. Köszönöm, felelte barátom meglehetősen szemtelenül. Majd a tollammal csinálok nagy embert magamból. Nem vagyok rászorulva az ilyen alakok jó indulatára. Bólintottam. Kár, mondtam. Azt hittem, hogy kedved van elfogni azt a pasit, akit ilyen sokat magaddal keresel. Megmarkolta a karomat. Néhány héttel később azonban diaterminális kezelés teljesen helyrehozott, és így nem kellett amputálni. Te, mondta rekedten, nem tréfálsz? Te tudod, hogy hol van az a gazember? Fölényesen legyintettem. Na hallod, feleltem. Még ezt se tudnám. Öregem, aki ennyit kószál egész éjszaka a folyosókon, észrevesz egyetmást. De ne szaporítsuk a szót. Akarod elfogni a mukit, vagy nem? Hülye kérdés. Ez a légió nagy keresztjét jelenteni. Hát kérlek, akkor semmi akadálya. Már most oda mehetnénk, de ez feltűnő lenne kissé, és esetleg érdeklődnének odalent, hogyan jutottál hozzá. Akkor pedig kiderülne, hogy segítő társad van odabent. Ennek viszont nem szabad kiderülni, hiszen tudod? Tudom, bólintott megértően. Hát, mit proponálsz, hogyan csináljuk? A leghelyesebb az volna, feleltem, ha most lemennél, és jelentenéd, hogy új ötletet támad. Át akarod kutatni a kórtermeket és a gumicellákat. Szerintem az sem ártana, ha magaddal hoznád toxonőrmestert. Ez igen veszedelmes, fráter, és esetleg nem tudnál egyedül elbánni vele. Függetlenül attól, hogy közel fél méteres konyhakés van nála, tartogathat esetleg más meglepetéseket is. Azon felül szerintem nem árt, hogyha igyekszel lekötekezni valamivel az őrmestert. Bólintott. Ez csak ugyan nem árt. Ez nagyon jó tipp, és így fogom csinálni. Te hol rejtőzöl ez alatt? Én majd kinézek valami alkalmas búvói helyet, ahol nem találhattok meg. És honnan fogom tudni, hogy megtaláltad ezt a búvóhelyet? Onnan, hogy majd még egyszer fütyülök. Ha meghalod a fütyszót, azonnal jöhettek. Rendben van, derék fiú vagy. Hát csak ügyesen csináld, öregem. Barátságosan megveregette a vállam, de később a villanyozás teljesen helyrehozott. Mihest eltűnt, körülnéztem, hogy megkeressem az alkalmas búvóhelyet. Rövidesen meg is találtam, egy hatalmas szekrény formájában, mely az egyik szuterén helyiségben volt, és mindenféle limlomot tartottak benne. Néhány kényelmes kényszerzubbonyt, több alsónadrágot, egy napilap teljes év folyamának bekötött példányát, egy kitömött kutyát és egy teljes rút szalámit. Ez utóbbi azt jelentette, hogy a belső személyzet valamelyik tagja lop. Viszont azt eredményezte, hogy én is loptam, noha nem tartoztam a belső személyzet tagjai közé. Tehát az élet olyan, mint egy rút szalámi. Néha egészen ízletes, csak sajnos egyszer mégis elfogy. Miután elfogyott, ezúttal nem az élet, hanem a szalámi, elhatároztam, hogy ismét jelt adok kockásnak, és utána nyomban elhelyezkedem a szekrénybe. Fölmentem a földszinti folyosóra, újra kinyitottam az ablakot, és egy hosszút, két rövidet, majd ismét egy hosszút fütyültem. Aminek egészen váratlan következményei lettek. Az első következménye az volt, hogy kaptam egy pofont. A második következmény az volt, hogy kaptam még egy pofont. Aztán még több olyan következmény volt, hogy pofont kaptam. Végül átvágták a torkomat,
Ismeretlen tettesek megnyomogatták a gégémet, betömték a számat, aztán udvariasan felsegítettek rám egy kényszerzubbonyt, energikusan összecsatolták rajtam, majd felpakoltak és vittek. Sajnos, hogy kik vittek és hová, azt pillanatnyilag nem tudtam megállapítani, mert néhány másodperccel az első pofon elhangzása előtt a lilakék lámpa elaludt. Én nem aludtam el, csak kábult voltam kissé. Éreztem, hogy visznek hosszú időn keresztül folyosókon át, majd egy kulcs csettenését hallottam, és utána valami nagy dobbanással a padlóra esett. Ez a valami én voltam. Halvány fény öntött el a cellát, ahová dobtak. Nagyon halvány fény volt, de minden esetre elégséges ahhoz, hogy szemügyre vehessem azt a magas, karcsú, simára fésült hajú, fehér köpenyes fiatalembert, aki elfogásom irányítója volt. Két roppant termetű csíkos kabátos tenyeres talpas ápoló állt mögötte. Parancsol még valamit, doktor úr? Kérdezte az egyik, egy fóka pajuszú, apró szemű fekete ember. Vegyék le róla a kényszerzubbonyt, úgy látszik nem közveszélyes, mondta az orvos. Bólintottam, mint egy jelezve, hogy nyugodtan levehetik a kényszerzubbonyt, mert valóban nem vagyok közveszélyes. Az ápolók eleget tettek az utasításnak, szabaddá tettek, kivették számból a tömést. A fehér köppenyes fiatal orvos akkor felén fordult. Kérem, ne izgassa fel magát, mondta barátságosan. Ön nagyon jó helyen van, és én garantálom, hogy egy-kettőre helyrehozom. Módszerem közismert. Egyébként dr. Kennedy a nevem. Örvendek, mormogtam. Nevem Lor. Szabad szerényen érdeklődnöm az iránt, mit jelent ez az egész dolog? És szabad kérdeznem, mi az, hogy egy-kettőre helyrehoz? Hogyne, bár szerintem ez világos. Azt akartam jelezni, hogy legyen nyugodt, én meggyógyítom. Remélem nem kételkedik ebben. Megvallom őszintén, kissé igen. Miért? Kérdezte látható meglepődéssel. Mert engem nem lehet meggyógyítani. Legyint. Dehogy nem. Ön valószínűleg rosszul kezelték eddig, vagy félrevezették. Egészen biztos, hogy meg lehet gyógyítani. De nem lehet, feleltem makacsul. Miből gondolja ezt? Abból, hogy nem vagyok beteg. Csak a beteget lehet meggyógyítani. Az egészséges legfeljebb beteggé lehet tenni. Gyanakodva nézett rám. Vagy úgy, ön nem beteg? Cseppet sem. Úgy, úgy, mondta lemondó hangon. Na nem baj, akkor talán adok magának egy injekciót. De miért ad nekem injekciót, ha egyszer nem vagyok beteg? Ezt hagyjuk, fiatal barátom, mondta kissé szánakozva, és megveregette az arcomat. Mint említettem, nevem dr. Kennedy. Ennél fogva biztosra veszem, hogy nem kételkedik a szakértelmemben, hiszen azért láthat most itt. Bizony. Szólt közben az alacsonyabbig ápoló, egy pufók, borotvált arcú bamba egyén. A doktor úr híres ember, és teljesen megbízhat benne. Ma érkezett Kanadából, hogy átvegye az intézet vezetését. Higgy el, herceg, hogy a doktor úr kezében jó kézben van. Herceg? Gondoltam némi ijegységgel. Hát ez mi a fene megint? Kérem, mondtam Kennedy doktor felé fordulva. Én ezt nem értem. Én készséggel elismerem, hogy ön elsőrangú szaktekintély, biztosra veszem, hogy ön az orvosok dísze virága, de ha engem akar ápolni, akkor nyugodtan elhervadhat. Értse meg, hogy a világon semmi bajom, és ezt a gyanúsítást is kénytelen vagyok visszautasítani, hogy herceg volnék. Elnézően bólintott. Jól van, fiam, jól van. Tudomásul veszem. Maga tehát nem Néverics herceg? Nem. Hanem maga szerint kicsoda maga? Lauri légionárius vagyok, és nem csak én szerintem, hanem mások szerint is. Szegény fiú, de legyen nyugodt, én meggyógyítom. A tisztelt öreg apját gyógyítsa meg, de ne engem. Kár családi körülményeimet belekeverni a dologba, ami a tisztelt öreg apámat illeti, már meggyógyítottam. Nem csodálom, hogy tud az ügyről, hiszen egészen jelentős szakcikket írtam erről a jelentős kísérletről. Nagyon valószínű, tette hozzá gőgösen, hogy a szakcikkem alapján előterjesztenek majd a Nobel-díjra is. Öreg apámmal végzett kísérletem ugyanis teljes sikerrel járt. Ha olvasta a cikkemet, akkor tudhatja, hogy az ön helyzete sem reménytelen. Ezek után láttam, hogy teljesen reménytelen a helyzetem. Ennek az embernek hiába beszélek.
Ez elhatározta, hogy bolond vagyok, és meg fog gyógyítani, ha belehalok is. Kezdtem méregbe jönni. Tisztelt Kennedy doktor úr, mondtam. Vegye tudomásul, hogy semmi közöm ahhoz a bizonyos Neverich herceghez, akivel ön összetéveszt. Nem nézze, felelte türelmesen. Kár minden szóért. Maga hiába mondja nekem, hogy Lori légionista, mert én megismerem önt a fényképről. Nem tévedhetek, mert ezt a fényképet igen sokáig tanulmányoztam még otthon Kanadában. A fiziognómia tanulmányozása hozzátartozik a módszeremhez. Ő tanulmányozta az én fényképemet? Kérdeztem kétkedve. Hogyne? A családja kiküldte nekem. A családja előre jelezte, hogy beszállítatja önt ide, és az ő közbenjárásukra hívtak meg engem ebbe az elmegyógyintézetbe. Ezek szerint ön nekem köszönheti az állását? Mondtam büszkén, mert erre nem tartottam képesnek eddig magam. Hát sajnos ki kell önt ábrándítanom. Keresse a betegét másút, mert én igenis Lor légionista vagyok, az uráni harmadik század 44-es közlegénye. Tudom, tudom, ne fáradjon. Neverich herceg minden tünetét és teljes korvázlatát alaposan áttanulmányoztam. Tudom, hogy légionistának képzeli magát, sőt, lehetőleg egyenruhában is jár, és ezen az alapon már nem egy majdnem végzetessé válható kalandban vett részt. Kezdtem nagyon ideges lenni. Mindamellett legyőztem indulatomat, és az orvoshoz léptem. Nézze, doktor úr, mondtam szeliden. Becsület szavamra kijelenthetem önnek, hogy nem vagyok elmebeteg. Jó, jó, kissé mindannyian elmebetegek vagyunk. Hát lehet, hogy ön igen. Én azonban nem, kiáltottam most már valamivel ingerültebben. Ezt ne csináljuk tovább, kérem. Értsen meg, itt valami végzetes félreértés történt. Lehet, hogy valóban hasonlítok is ahhoz az egyénhez, akiről beszél, de ez csak hasonlóság, és nem azonosság. Nézze, fiatalember, kár minden szóért. Engem azért hozattak ide, hogy meggyógyítsa magát. Én meg is gyógyítom, ebből nem engedek. Ádászdűbe jöttem. Arra gondoltam, hogy Kockás és Tokszon őrmester közben már megérkezett, és barátom most engem keres, hogy útba igazítsam. Nekem innen ki kell jutnom minden áron. Hát jó, mondta. Ha minden áron ez a szenvedélye, egye fene gyógyítson meg. De lehetőleg csak később, most van egy kis dolgom. Mozdulatot tettem, hogy elmenjek, a pufók ápoló azonban megfogta a karomat. Maga itt marad, mondta. Ha az orvos úr idehozatta, akkor magának itt a helye. Gyorsan szájon vágtam, hogy ledöntött egy spanyol falat, és egészen a cella túlsó faláig csúszott. Már is az ajtó felé ugrottam, Kennedy doktor azonban ügyes, gyakorlott mozdulattal gáncsot vetett, mire nekiestem a párnázott ajtónak, és a ruganyos gumifalról visszapattantam. Sajnos számítottam erre, hallottam az orvos hangját. Látszólagos nyugalma nem tévesztett meg. Tudtam, hogy rövidesen dühöngeni fog. Én nem dühöngök, üvöltöttem. Szóval maga szerint e pillanatban maga nyugodtan viselkedik? Ahhoz képest, amennyire próbára teszi a türelmemet, úgy viselkedem, mint egy kezes bárány. Maga kihozná a sodrából a ma született csecsemőt is. Most csecsemőnek képzeli magát, sugta az orvos a fókabajuszó ápoló fülébe. Figyelje meg! Pár pillanaton belül gügyögni fog. Az öreg apja gügyög, de nem én, tomboltam. Az öreg apám csak ugatott. Olyankor Bernát hegyének képzelte magát, felelte higgadtan. Kérem, csillapodjon, most adok önnek egy injekciót. Nekem ugyan nem, kiáltottam, és felpattantam a földről. Ha egy lépést közeledik, úgy pofon ütöm, hogy sárga lázat kap. Most malária bacillusnak képzeli magát, súgta az orvos a fókabajuszú fülébe. Figyelje meg, hogy pillanatokon belül röpködni fog, mint valami szúnyog. Lehet, hogy zizegni is fog, kérdezte a fókabajuszú. Könnyen lehet, többnyire zizegnek is. Figyelje a mozdulatait. Ha a mutató ujjával melbelöki magát, az azt a funkciót fogja jelenteni, mint mikor a szúnyog megcsípi az áldozatát, hogy a malária bacillus terjessze. Ne vegye le a szemét a jobb keze mutató ujjáról. A fókabajuszú a jobb kezem mutató ujját figyelte, és nagyon meglepődött, mikor bal kézzel utcájon vágtam, hogy lesodort a lábáról az orvost. – És maguk szerint most minek kéne képzelnem magam? – ordítottam, ahogy a torkomon kifért. – Hülyének! – felelte higgadtan.
Csak egy hülye képes arra, hogy azt higgye, ki tud innen szabadulni. Adják rá a kényszerzubbot! A két ápoló kisi feldagadt arccal, véző szájjal nekem rontott. Oly erővel védekeztem, hogy magam is meglepődtem. Néhány óriási pofont nyújtottam át nekik, de mik voltak ezek a pofonok ahhoz képest, amelyeket ezek nekem nyújtottak át? Olyan erőfölényben voltak még külön-külön is, hogy teljesen kilátástalan volt a helyzetem. Pillanatokon belül rám húzták a kényszerzubbonyt, és azután, mivel a verekedésünk folyamán meglazult az ajtó zárja, átcipeltek egy másik cellába. Bedobtak a gumipadlóra, és magamra hagytak. Dühöngésem tetőfogára hágott. A tehetetlenség most már csak ugyan valóságos őrülté tett. Nekem az volna fontos, hogy minél hamarabb kiszabaduljak innen, és megkeressem a Montagnoni herceget, és ehelyett itt kell töltenem az időt, pedig minden pillanat drága. Később azonban lecsillapodtam. Eszembe jutott, hogy alapjába véve ez a helyzet még mindig jobb, mint ha utolértek volna és elcsípnek. Méghozzá anélkül, hogy a Montagnoni herceg előkerülne. Itt hiába a dühöngés, nincs mit tenni. Jobb, ha pihenek vagy egy fél órát. Rám fér. És különben is a Montagnoni herceggel kapcsolatban rendkívül kellemetlen kilátásaim vannak. Ez a kellemesebb megoldás. Jobb, mert egy kényszerzubbony, mint holnap egy kényszermunka.